Az a kérdés, hogy csak hófehérhajú, nagyszakálú Hermann-Ottók lehetnek nagy tudósok, vagy most is teremnek kutatók, jobbak is, rosszabbak is, csak nem látszik rajtuk? Egyáltalán hogyan lesz valakiből kutató? Hogyan lett kutató Hermann-Ottó, aki sohasem járt egyetemre, még középiskolába sem, de egész életében tanult? A következő játékok otthon is kipróbálhatók. Felfedezők, utána! Te is lehetsz Hermann-Ottó. Szerintem mindenki gondolt már arra, hogy jó lenne mindenhez érteni. Mint egy polihisztor, mint Hermann-Ottó. De egyáltalán mi az, hogy polihisztor? Gyerekek, mi az, amit titeket érdekel? Például Nati, Zsombor. Állatok. Zene. Sport. A pletyka. Internet. Sport. Belőletek egy sportoló, és talán egy polihisztor, kitelne, mire majd felnőttek lesztek. Arra mondjuk, hogy polihisztor, aki sok tudományban jártas. Hermann-Ottó például az állatokon kívül vizsgálta a pásztorok életét, a pásztorok eszközeit, és lerajzolt nekünk egy kanalat, amit harzsírszedő kanálnak nevezett, egy darab ágból és egy kagylóból készül. Hát itt vannak ágak, kagylók, rakjatok össze ti is kanalat. Hermann-Ottó nem csak a tárgyakkal foglalkozott, hanem a halászati módszerekkel foglalkozott, a pásztorok nyelvével. Fantasztikus könyvet írt Magyar Pásztorok Nyelvkincse címen. És készen is van a kanál, ilyen egyszerű elkészíteni. Szegény embereknek nagyon jól jött ez. Mindenkinek, aki megfigyelte, hogy milyen alakja van, hogy lehet összerakni, az meg tudta csinálni. Nézzétek meg ezeket, ezek ilyen régi használati eszközök. Mindegyik másra szolgál. Ez például egy mérőeszköz. Így működik. Ezt cipészek használták, itt az a bőrdarab. Ezzel jelölték be, hogy hol kell kiukasztani a cipő szélét, és hol kell varni, hogy egyenletes legyen. Ez egy üvegvágó. Valaki látott ilyet? Stoppolófa. Erre húzzák rá lyukas zoknit, és úgy lehet megvarni. Ennek az a neve egy cigányfúró. Ilyen kis egyszerű kézi fúróval lehet nagyon szép finom lukokat fúrni. És végül ez pedig a hímző rámának a feszítéséhez szolgál, hát ilyet már nagyon régen nem nagyon használ, csak akik hímeznek. Vegyetek magatoknak egyet-egyet, ami tetszik, vagy ami érdekesnek tűnik. Azt elhiszem, Zsombor, hogy a nagyító az tetszik neked. Ilyen gyönyörű nagyítókat használtak Hermann-Ottó korában a hölgyek. Mert akkoriban a hölgyek is foglalkoztak természetvizsgálattal. Nagyító az egy rettenetesen jó eszköz, rengeteg mindent jobban meg lehet figyelni, és nem is kell olyan gyönyörű dolog, és csak hogy egy egyszerű szemüveggel is nagyítva lehet látni, ha megfelelően tartod. Noha közben figyeljétek, Roberta meg elkezdett rajzolni. Rajzolja, ami a kezében van. Ezt csinálta Hermann-Ottó különben, hogy alaposan megfigyelte a dolgokat, és ami érdemes volt rá, azt le is rajzolta. Nagyon fontos, hogy sokat rajzoljunk, sokat írjunk, mert aki a kezét használja ilyen finom mozgásokra, annak általában jobb szokott lenni a szellemi teljesítménye. A természettudósok egyébként megfigyelik a dolgokat, de az igazi következő lépés az, amikor rendszereznek is. Hát erre is hoztam egy játékot, ezeket a dolgokat egy kicsit tegyük megint félre, és akkor jöjjenek állatok végre. Ezek itt középen mindenféle állatnak a szobrai, vagy pedig esetleg egy állatnak valamelyik része, amelyik arra utal. Van közöttük például olyan, amelyeknek nincs lába, mint ennek a csigának, vagy a bálnának, a cápának. Van, amelyiknek hat lába van, mint a rovaroknak, ugye a sáska és a lepke. Ennek 8 karja van, most mondjuk, hogy 8 lába, és akkor ez a póknak is 8 lába van. A dinoszaurusznak 4 lába van, a koalamaszinak is. A csigának nincs lába, az embernek is 2 lába van, az a madarak mellé kerül. Szétraktuk ezeket az állatokat a lábak száma szerint, és ilyen mesterséges bégek alapján rendszerezte az állatokat, meg a növényeket Linné. Az a Linné, akinek a nevével legtöbbet találkozhatunk, ha a Wikipédiát böngészünk. A
tudomány azonban haladt, és most már az élőlényeket próbáljuk a rokonságok alapján rendszerezni, és próbálkozunk meg ezzel most itt is. Segítsetek nekem abban, hogy ezeket az állatokat összerakjuk úgy, ahogy egymással rokonságban vannak. Az emlősök? Igen, emlősök, igen. Így van, egy kétlábú, egy négylábú és egy lábatlan kerül az emlősök közé. Ő? Hüllő. Egy hüllő, igen. Hüllő nincs másik, úgyhogy ez is külön van. Ezek együtt maradnak? Nem. Hanem? Megy a puhatestekhez. Megy a puhatestekhez, igen. Ez pedig ide. És a lepke is jöhet ide, ezek az ízelt lábúak. A madarak rendben vannak, és végül a lábatlanok közül a cápa, az egy hal. Ilyen módon most akkor kialakítottunk egy törzsfejlődésteni rendszert, amit a rokonság szerint vannak együtt az állatok. Folyton osztályozunk mi is, kimegyünk a piacra, veszünk retket, veszünk széklát, veszünk uborkát vagy bármit, bemegyünk a szupermarketbe, és külön vannak a mosószerek, külön vannak a fűszerek, külön vannak a kenyérféleségek, tehát ott is van valami rendszer, sőt, a szemed magasságában vannak a drága holmik, és le kell hajolni az olcsóért, tehát így is zajlik a rendszerezés. Erre a mai kalandra megérdemlünk egy korty bodza limonádét. Hermann Otto szellemének is akkor felelünk meg legjobban, hogyha őrizzük a hagyományos ételek és italok receptjét, és el is készítjük őket. A bodza limonádé vízből, cukorból, citromból és bodzából készül. Csuda finom. Egészségetekre!